Na, sziasztok, hello, Hesser a nap királya, meg szia mi botox, meg Gerg, meg Talke, köszi szépen, meg szia Ember, meg Zotya, meg Zenu, meg Breki, neked is köszi, Breki, Bosszancs, Zete, Morféna, Retek, Mondrás Szülafa, köszi Morféna, meg Múz, meg Atemil, meg szia Gerike, meg Morféna, meg Deta, meg Tószurama, meg Sítes, meg F, meg Csáfeldé, meg a Morfi. Köszi szépen, sziasztok. Hello, meg Pokettino, meg Gergi, meg Erendis, meg István, meg Amadeusz, meg Amante, meg szia Amante, sziasztok. Talán sikerült mindenkit. Hello. Na mehet. És hát már megy. Na, mehet egy kis kocsikázást. Nagyon rég volt, úgyhogy megy. Hol van? Utána valószínűleg nem durva God of War bosszás, és utána pedig LEGO választás. Szia mobile. Breakfastiség volt, szia hiszi a PC. Meg Chabriz volt. Na, Arkét kell. Az mindegy, meg az is mindegy. Na menjen! Megy! De várják sem kell, ez fogadás is mehet. Hájmas hájpunat! Megy a fogadás, köszi! Ment. De várj, itt van zene végül is. Hát kicsit ugyanaz, de... Megy. Na. Na megy. Megy. Na, reméljük nem maradt le senki a fogadásról, vagy inkább mindenki lemaradt, na mindegy, mehet. Playlist. Ez az in-game zene. Ami most megy, ez az in-game van. Na sziasztok, hello, és akkor itt is vagyunk, hogy újra egy kis kocsikázás, a Blade! Micsoda reptetés, csak nem arra kell menni, még Zotya viszont nagyon szépen vette be az első kanyart, és vezeti a verseny. Atami mögötte, Morfina Szilvafa az első négyben FLD, maga biztos versenyző, utóbbi idők egyik legnagyobb pilótája, bele a falba, és Sebastian átveszi az ötödik helyet előle. Zotya ködbe tudja tartani még mindig az első helyet, ott volt egy kis botlás, Atemil megy hátul, bele kilöki a pályáról, Morfina átveszi a vezetést, Atemil és Szilvafa a Zotya körre bohózkodnak, próbálnak visszamenni a pályára, Szilvafa pedig majdnem földkörüli pályára áll, de csak lement oda a kis rétre, Atemil veszi át a vezetést, a többiek pedig kicsit lemaradnak. A következő kanyar után a busznál, a Temil tovább növeli az előnyt, és viszi át az akadályokat, és jól látom, hogy Szlete az aktuális másodikon érkezhet mögötte a kanyar után. Szilvafa, és ott a sólyom kapitány, Thomas a gőzmozdony. Amante és Morfina még vannak ott, egyelőre most próbálnak átjutni az órült akadályokon, amit nem teljesen tudtak leborítani. Hosszú buszt után jön az ugratás, a Temil óriási előny. Nagyon nagy hibát kell véteni, például megállni a levegőbe egy helybe, és hátrafele nekiesni egy fának, nem rossz kezdés.
neki a bójáknak, és Silva kezd fölzárkozni, de most már jönnek a többiek is, kicsit megint megakadnak, a Temi lehet, hogy most tud megint előzni magát, saját magát előzi meg, és megy tovább, megy a boost, és tovább, megy tovább. Na, Silva jön mögötte meg mindig, és úgy látszik, hogy folyamatosan változik a második hely, kiléte Morfina, Mobán, Retek is ott vannak a harmadik, negyedik helyen, és úgy tűnik, hogy Atami belement a falba, most jöhet esetleg a fölzárkózás, de nem, mert hát nem tud senki normálisan menni az úton. Mindenki bele a másikba, falba, le a pályáról. Hát így nem lehet visszaoldani az elsőjét, attól még továbbra is vezet. Nincs már sok hátra. Jön az egyik utolsó kanyar, és a hosszú egyenes után a cél már kilátásban van. Mobál most az aktuális második, próbál érkezni a kanyarban, és újra megcsúszik. Jön Blade. A traktorral kijön a pályáról, nem tudja bevenni a kanyart, ugye hát Atemil tovább is az első helyen várja a cél irányt, de most újra megakad, Vandit kezd fölzárkozni, de ott jön Giorgio Jorman, és Atemil az eredet után érkezhet meg az utolsó kanyarhoz, de itt még van egy akadály, vajon be tudja venni, telibe viszi, borul, átesik, be tudja kanyarítani, neki megy előről, szemből, a többiek hol vannak, Giorgio, jön a kanyar, de Atemil kapja a rezetet, és ott a vége. Szia, Sanya. Nem autós. Ez egy kemény kezdés. Na várjál, osszuk ki a pontyokat, a kontyost. Azt mondja, akik a szabokra fogadtak, így is nyertek. Nem sokat, de nyertek. Addig közben elindíthatjuk a következő fogadást. Következő fogadás megy. Szia Blade, köszi. Majdre. Minden rendben. Keményen. Na ki az, akinek negatív próbálkozik, vagy most ki nem ért be, hát nem igaz már, mi az Froyo, vagy ki az? Valakit próbál beérni, de nem engedik, nem igaz, negatív, ki nem ért még be, hát mi van? Na mindegy, mehet a kövi. Jól van. Ezt veszik, de készítem. Na, akkor mehet is közben. Indulunk. Nem várunk. Indulunk. Indulsz. Felkettő rész addig, amíg neki nem írta, az még be tudja írni most, és vége. Igen, a boostokat azt bekészíteni, a bumokat, hát azt okosan, de megy. És tulajdonképpen indulunk is Zottya a boostol ki elsőként. Audio az a szín, próbálkoztak a többiek, Zottya úgy néz ki, hogy jókor boostolt, még talán vissza tud fordulni az egyenesbe, és hát nem tud visszafordulni Zsotak. Ott van Sittes, aki belemegy a falba, óriási előzés lehetett volna oldalról a gyepről, de nem sikerült, Zsotak így átveszi a vezetést Kempi, de Sittes vissza tud jönni a pályára, úgy látszik, a harmadik helyen Tibu és Infi van mögöttük. Az ez az első ötös. Jövünk a kanyarban, Zsotak, lássuk a kanyart, és Kempi az, aki kibusztol a kanyarnál, ezzel elveszti a második helyet, úgy tűnik Tibu Sittes is bekanyarodott a falba, Tibu jöhet itt a második helyen újra, és Kempi vissza tud zárkozni, de csak a harmadik helyen. Zsotak továbbra is tartja az elsőjét a hosszú egyenesben, itt talán megérhette volna valakinek a boost, akinek van, vagy aki tudja, aki látta, vagy aki nem tudta, az miért.
Na mindegy, szóval Zsotak most tovább is tart, ugye a Tibunál kicsit későn jött, jön az ugratás, Zsotak tovább is tartja az első helyet, Kempi talán vissza a másodikra, így van Andrásin a harmadikon. Zsotak még kinn a füvön, próbál visszajönni, úgy tűnik visszatud, ez első még mindig, Kempi, Vandrás, és ott jön Nelson, Altamil az első menet nagy nyertese, és Tibu most kezd fölzárkózni vissza, de hát neki a falnak zárkózik vissza Zsotak. Még mindig Zsotak, Kempi újra a második helyen, de egy bójától maga előtt, és jön Vandrás előttem. Vandrás átveszi a második helyet, jön Zsotak továbbra is, és Vandrás úgy tűnik, hogy kezd felzárkózni, Zsotak a bójázós, és Vandrás eljön csak így simán, Kemp jön a boosttal, berepülhet-e a célba, nem, pedig itt óriásit lehet menni egy boosttal, hogyha valaki be tud repülni a célba előttük, akkor akár meg is lehet, jön a boost, Zsotak, hát az András boosttól Zsotak nyeri. Igen, easy. Na, hát ez azt jelenti, hogy akik a szavokra fogadtak, megint azok nyertek. Nehogy egyszer a plebek nyernek 14%-nál, nagyot visznek. Jó, várjál, addig elindíthatjuk a közelebbit, a következő fogadást. Következő fogadás, közben megy a következő fogadás. A gyerek három szbsfit. 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 Megy a kövi. Race, felkiáltó el, Race. Harmadik. Na, hogy lejár a fogadás, úgy indulunk, jó? Menjen. Lejárt? Nem járt? Mit tudom én? Lejárt. Amíg elindul a dealer. Na lássuk, lesz-e megint őrült boost az elején, Zotya megpróbálkozik újra, de Zsotak is kipennek a kanyarból, és óriási pördülés, hatalmas balesetek, és a pályáról kirepülések, úgy tűnik, hogy most Zotya higgadtabban meg tudta tartani a boostját magának, nekem, és ezzel az első pozíciót föl is tudta venni. Mumbácsi jön ott mellette, mögötte, Mali, Audio és a többiek is érkeznek meg, de úgy tűnik, hogy Mumbácsi egy picivel előrébb tud visszamenni a kanyarba, így az első helyen folytatja a versenyt, az Zotyával mögött is Audio jön, Mali jön, és úgy tűnik, hogy Kempi, most az ötödik, de ott sokan próbálkoznak visszakerülni az élmezőnybe. Utatás után mindenki próbálja keresni a pályára vezető utat, de úgy tűnik, hogy Kempinek sikerül, és nem is kicsit jól sikerül a többiekhez képest, Mumbácsi teljes két kanyarral lemaradva jön a másodikon, Kempi még itt belemelt a falba, úgy tűnik, hogy pördül is egyet, szaltó arccal a betonba, és jön Mumbácsi
most mögötte kezd fölzárkozni, ő is még belemegy az akadályba, Zsotak még elviszi a többiek elől, és úgy tűnik, hogy a többiek már sokkal jobban tudnak rákanyarodni az ívre miatt. Kempi viszont már itt is van a következő kanyar busztjánál, és fordul rá majd a 9-esre. Mumbácsi a másodikon, így Kempi, megbordul, és belemegy a falba. Ez lehet az esély Mumbácsinak és Frojónak. Zotya is ott jön, Mumbácsi a kanyar után átveszi a vezetést, jön Frojó, kinek van lendülete még, Zotyának úgy tűnik van, bekönnyítja a traktort eléjük, és micsoda előzés, basz meg! Óriási, hát attól függetlenül, hogy megpördül utána, miért fel tud jönni a második helyre, traktoros beelőzés, Mumbácsi az első, viszont még mindig. Itt vagyunk a vége előtt, nincs már sok Zotya jön a traktorral, Mumbácsi az első, jön a boost, és úgy tűnik, hogy Zotya kimarad, most a Mumbácsi is belemegy a falba, Vandrásnak lehet ez egy lehetőség, fölzárkozik a másodikra, és a busznál lehet, hogy akár az elsőt is el tudja vinni Mumbácsi előtt, Mumbácsi tolja sittes jön, mi történik? Hát mindenki egy helybe áll, sittes jön, befordul Mumbácsi előtt, és ott jön Mali is, megpördül ő is, Mumbácsi csak egyenesen be kell vinni, beviszi, megnyeri! Sittes a második. Ezt tudjátok, mit jelent? De azt jelenti, hogy akik a plebekre fogadtak. Na hoppá, most már nem mertek annyian a szabotra rakni, úgy látszik, most nézem. Ment az osztás. Elközben indítjuk a kövit. Ez már negyedik, utolsó előtti jön a kövi. Hát itt ott óriási tolongás parti van. Elfeld is csatlakozik, jönnek a többiek, Nerumim is fog most néha csatlakozni bele Elfeldébe, telibe, Hesher meglöki. Ebből Milbotox ki tud jönni, talán be is tudni, egy kis olyal, Sólyom kapitány, Vandit, 5-4, ájjáj, ők nem mindenki átment a célvonalon, nincs elég hely, áá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  Audioing, ugye? Na megy, lejárt a fogadás már. Lássuk, na, egy kis éjszakai verseny, futam, itt az utolsó előtti versenyen, Breezewalk, micsoda kigyorsítások, Hesher van itt, sorba mennek, és az ugratás után, ki az, aki szépen be tudja venni az ívet, úgy tűnik, hogy Morféna, többiek kín a pályán, meg kell találni a visszavezető utat, licsit lassabban, Morféna viszont már az ugrató után, kempés így, mint itt az élmezőben, újra a mostani futamok többségén, itt láthattuk, Tonyik, aki régi nagy autóversenyzős, most viszont nincs is itt, úgyhogy nem kell félni tőle. Kempi negatív, és ott a Morfina is még, illetve hogy Kempi kicsit jobban tudott érkezni, de itt majd a kacskaringós útvonalon lehetnek problémák többüknél is.
Morfina érkezik vissza, de hát lemennek a pályáról negatív, bele a falba, Morfina talán vissza tudja kanyarodni, de nem tud ugyanolni, nem tud visszakanyarodni. Kempi is próbálkozik, Morfina bele a falba, negatív is valószínűleg a falba, és úgy tűnik, hogy Zenu, Gergi is ott jött, és Kempi talán most már az úton, Morfina most már az úton, negatív most már az úton, és Gergi most már az úton. Jöjjünk az egyenesnél, és újra kanyar után rá a gyorsító uratóra, és még egy ilyen kacskaringós úton alatt meg kell tenni. Kempi kicsit a falnak, kicsit mindennek. Morfina is jön, és a piros ugrató után Kempi vajon a pályán tud maradni? Úgy tűnik, hogy nem. Kikanyarodik, és ráadásul a falon kívülre. Morfina viszont rajta marad az íven, viszont bele a falba, negatív. Morfina újabb fal, de át tud menni végül, nem kitolja a falnak a fal, tolja ki a falnak! Morfina szerencsére tovább tudja tartani, még így is, mert a többeket is tolta a falnak a fal. Bele a falba közben, és negatív viszont újra a pályán, az elsőjén ismét, és jön audio is, talán az íven tud maradni közben, negatív már a pálya felénél, végénél, és jövünk az utolsó kanyarnál, audio, Kempi és Morfina, és negatív fordul rá az ívre, és úgy tűnik, hogy vége a versenynek, hát vége a versenynek, negatív megnyerte. Audio közben a második, és nehezon eljön többiek mellett, akár a harmadik is lehetne, ha nem megy neki a falnak, viszont neki megy a falnak, viszont így is harmadik lesz, Kempi, Gergi, Morfina, és figyelszik, hogy Kempi az, aki meg tud csinálni a negyedik helyet. Morfina és Gergi viszont jönnek az ötödiken, és a hatodikon többiek pedig már próbálkoznak egy kis olajszerzésért. Na. Igen, így ment. Most úgy kell csinálni, hogy ér, ugye? Meg lehet hackelni a fogadást. Azt kell nézni, hogyha a következő futamtól azt nézzük, hogy a beérkezés pillanatában kapott-e szubot, vagy nem. Vagy a beérkezés pillanatában szab volt, vagy nem. Na, elindítottam? Utolsó futam, utolsó fogadás. Hát amúgy fogadásból lehet még, csak nem ebbe, úgyhogy menjen. Az úgy izgalmasabb is lehet. Innentől kezdve. Nem így volt, de most már lehet így. Egy kis változás. Bassza meg, hány fokos? Mankó. Kösz szépen a 23-at, kösz szépen! Na gyere! Még nem járt le. De lejárt, jó van lejárt, mert... És itt is vagyunk az e-heti utolsó futam szonsz, hogyha ismét elsőként gyorsít ki, majd repül ki a pályáról Sheetessel együtt. Úgy látszik, hogy Sheetess tökéletesen vissza tud jönni azonnal a pályára, és ezzel hatalmas előnyt alakít ki magának. A többiek meg sehol, jön a boost közben, és az előny tovább nő. Sheetess, és jön az ugratás. Kempi, itt van a másodikon, nagyon durván. Az élmezőmben tud maradni végig.
Csak a végéről hiányzik egy kicsi kesítés, próbál visszakanyarodni a pályára, de jön Laca, Hesher is, Múz is ott van, Laca leesik a pálya mellé, neki egy fának, pattan, és úgy leszik, hogy sítes lebúztal a pályáról, ennyi volt az előny, de akár még vissza is jöhet, és az első helyet meg tudja tartani. Hát úgy gondolta, hogy túl nagy az előny, kicsit visszakadni a többieknek. Kempi, viszont itt nagyon hosszú az egyenes, itt jöhet esetleg egy búsz valakinél, esetleg későn jön-e, nem jön, sítes, Kempi, úgy tűnik, hogy Kempi egyébként a búsz nélkül is zárkózik föl folyamatosan, és úgy tűnik a kanyarban, sítes kicsúszik, de Kempi is kicsúszik, közben Munkbácsi robbant egyet, ki van benne? Retek volt talán a legelőrébb, de hogy negatív Vandergor, Kuac és Vandit is fölre, Pepepu is fölrepült az első pár pozícióból. Senki, úgy tűnik, hogy senki, Gábor érkezett meg valami hihetetlen éven. Aztán még egy robbantás, de ahogy nézem, ebbe sincs benne senki, vagyis de! Mert Detachet és Breezewalk már itt voltak végül is az első tízben. Kirepülnek, gyakorlatilag egy másik pályáról próbálnak visszaérkezni, de Detachetnek még akár jó is lehet az irány, sítes, és a többiek hatalmas lassúsággal. Kempi talán az, aki kicsit el tud szakadni tőlük is, de a chat jön a külső pályáról, nézd meg micsoda sebességgel, visszajön az útra, talán vissza tud jönni, a második helyig a robbantás után, hát ez még segített is neki. Robban, Kempi az első helyről elrobban! Elrobban, de a chat átveszi a vezetést, hát ez lehet neki a győzelem kulcsa, a robbantás, sítes jön mögötte, Kempinek ennyit erről, Deta bele a falba, de jön sítes, belemegy Detába, meglöki, Deta betolathat, de nem mer sítes! Hát is arról már ne is beszéljünk, hogy közben Gábor itt elrepült itt a cél előtt. A többiek még nem tudtak egyenlőre beérni, most Kiron a harmadikon, és Munkbácsi negyediken, Gábor pedig hol van? Ja, hát hátulról közelített meg a célt. Sites. Na, ez azt jelenti, hogy akik a playback-re szavaztak, azok nyertek. Melyik volt? Melyik robbantotta? Ki robbantott? Na jól van, szép volt. Itt a végére. Ki nyert nagyot? Észletek? Vandit 271 ezeret? Jól van, csalás. Na jól van, ő azt mondja, hogy hát akkor ennyi volt a heti autózás, remélem tetszett, majd re. Back home. Na, és akkor, anyway, Griskár! Ó, Griskár! De jó, hogy itt vagy.